Köszöntünk mindenkit, ez itt a Kristály Tiszta Elektronika videósorozat 0x10. része. Négy különálló videóba tagoltam mutatjuk be a 16 pontos időzítés Timerek című tananyagot. Mai főleodónk, negyedik alkalommal már Pályár Szabolcs tanár úr. Én Szabó Ádám vagyok, velem is találkozhatatok már korábbi videóinkban. Hoztam ma nektek gyerekkoromból egy programozható legókockát, amely szintén időzítés alapon működik, Rögzíteni tudunk vele egy mozgássorozatot, melyet vissza tudunk játszani, akár ismétlésben is. Most pedig megmutatom nektek, hogyan működik. Megnyomjuk a piros gombot, ezzel elindítjuk a felvételt, majd rögzítjük a mozgást. A piros gomb újra megnyomásával megállítjuk, és most a robot ismétlésben vissza fogja nekünk játszani a felvett mozgást. Mm. Sziasztok, én Pályer Szabolcs vagyok. Az ELTE Bólyai Gyakorló tanítok matematikát és fizikát, illetve tartom az elektronika szakkört diákjaimnak. A 16. tananyagrészt Treszkai László írta, aki egy bináris óra példáján keresztül vezeti be az olvasókat az időzítés világába. Nézzük most meg ezt a témakört Pályer Szabolcs tanárul elő, előadásában. Ebben a tananyag részben az időzítő, idegen szóval timer periféria programozásán keresztül olyan dolgokat tanulhatunk, alapelveket, amelyek hasznossá válhatnak akár egy villamosmérnöki, akár egy szoftver fejlesztői karrier során. Egy digitális óra szoftverét fogjuk megírni közösen, két módon. Először timer használata nélkül, majd annak segítségével. Első példának kezdjük a kőkorszakkal. Van egy processzorunk, és ezzel szeretnénk egy digitális órát építeni, ami jól néz neki, akár a Visszajövőbe című filmben is. Tulajdonképpen mit csinál egy digitális óra? Ádám órája most mutat valamit, de ahogy látjuk, számlál a másodpercek számlálását látjuk. Miután bekapcsolt, folyamatosan kijelzi az időt másodperc pontossággal. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy egy számláló értéket növel másodpercenként, ami évfélkor nulláról indul, és 86.400 másodperc, vagyis egy nap elteltével túlcsordul. Ennek a számlálónak az értékét jelzi ki a karóra, általában óra, perc, másodperc formátumban. Egy bináris óránál ledek jelzi kettes számrendszerben az órákat, perceket és másodperceket. Az ábrán az alsó sorban lévő ledek jelzik a másodperceket. A 32-es, a 8-as és a 2-es ledek világítanak, ami 32 plusz 8 plusz 2 42 értéket jelent. Ezek szerint 42 másodpercet jelöl. Az órák sorában legfelül a 16-os és az 1-es, a perceknél pedig a 16, a 4, a 2 és az 1 led világít. Így a kijelzett idő a digitális óránkon ezek szerint 17 óra 23 perc 42 másodperc. Honnan tudja egyáltalán egy óra, hogy mennyi az idő? Sehonnan, hiszen bekapcsoláskor nulláról indul, és nekünk kell beállítani. A példakódban ezt is a lehető legegyszerűbben oldjuk majd meg: egy gombbal a percszámlálót lehet növelni, egy másikkal pedig az órák értékét. Ez a megvalósítás hagy kívánni valót maga után, érdemes elgondolkodni azon, hogy legyen a fejlesztés helyett a használat minél egyszerűbb és kényelmesebb. A fényforrásként választott ledeket egy-egy sorba kapcsolt ellenálláson keresztül köthetjük a mikrokontroller lába és a föld, vagyis a negatív táp közé. Így, ha azt akarjuk, hogy világítson a led, akkor a kimenetet magas állapotba kell állítanunk. A bemeneteket alapállapotban a mikrokontroller belső felhúzó ellenállása húzza fel tápfeszültségre, és a nyomógombok húzzák le a földre. Így a szoftverből a nyomógomb benyomását úgy érzékelhetjük, hogy a bemeneten alacsony értéket olvasunk. Még azt kell eldönteni, hogy milyen ledet és mekkora értékű ellenállást válasszunk. A két kérdés összefügg, mert az ellenállás értékének növelésével a led árama csökken, így annak fényereje is adott típusú LED fényereje a rajta keresztül folyó árammal arányosan nő. Általában szeretnénk, hogy egy fényforrás minél fényesebben világítson, de mind a LED, mind a mikrokontroller kimeneteinek a maximális árama limitált. Az előbbit a LED adatlapjából olvashatjuk ki, de a ledek többsége 20 mA biztosan kibír. A kimenetek áramkorlátját a mikrokontroller adatlapjában a 27.2-es táblázat alatti megjegyzések írják le. Az A port kimeneteit összesen 100 milliamperrel, a B és C portok kimeneteit, a két port kimeneteit együtt összesen szintén 100 milliamperrel lehet terhelni a PDIP-t okozás szerint. A B portra 5, a C portra 1 ledet kapcsolunk. Ha ezen a hat leden ugyanakkor áram folyik keresztül, az legfeljebb 16 milliampert jelent kimenetenként. Az A port kimeneteinél is ilyen számokat kapunk eredményül. Az ellenállás méretezéséhez szükségünk van az áramára és a feszültségére. A rajta eső feszültség a leveneső feszültségtől függ, ami pedig a led színétől és a rajta keresztül folyó áramtól. Az általunk használt, vagy az ezekhez hasonló piros és zöld ledeken 16 mA áramnál körülbelül 2 volt feszültség esik, Úgyhogy, ha ezt kivonjuk a tápfeszültség 5 voltos értékéből, akkor az sorba kötött ellenálláson 3 volt mérhető. Az ellenállás értékét az ohm törvényből fogjuk kiszámolni. Ha a 3 voltot elosztjuk a 16 milliamperrel, akkor körülbelül 190 ohmot kapunk. Minél nagyobb az ellenállás értéke, a leden annál kevesebb áram folyik. Így legalább ekkora ellenállás értéket kell használnunk a kapcsolásban. Ádám, remélem így csináltuk, a próbapanelen nincsen ennél kisebb értékű ellenállás. Természetesen a rendelkezésre álló ellenállásaink közül 330 ómosat használtunk. Nagyon jó. Ez volt a kristálytiszta elektronika 16. anyagrészének első videója. A következő részben digitális óránkhoz elkészítjük az első programunkat. Sziasztok! Sziasztok.